Kiköthet az olasz partokon az Alan Kurdi nevét viselő, menekülteket szállító mentőhajó 32 emberrel a fedélzetén. A kikötési engedélyt Olaszországtól kapta meg a német hajó. Vasárnap reggel már meg is érkezett a szicíliai Pozzallo kikötőjébe. A dokkolásra és az utasok kiszállására az olasz belügyminisztérium már szombat este engedélyt adott, miután felmérték a bevándorlók állapotát. 10 kiskorú és 5 nő van köztük. Néhányan orvosi ellátásra is szorulnak, számolt be a német mentőegység. Az Alan Kurdit a CI nevű német civil szervezet üzemelteti. A líbiai partoknál vették fedélzetükre a 32 embert, miután csütörtökön éjjel vészjelzést észleltek. A hajó egy 3 éves szíriai kisfiú nevét viseli, aki 2015-ben a földközi tengerbe fulladt, miközben családja megpróbált Európába jutni. Hello.